egy igazolás. Egy egyszerű A4-es dokumentum aláírással és pecséttel. Ezt kapják azok, akik befejezték tanulmányaikat, de még nem készült el a diplomájuk. Az Újvidéki Egyetemen néhány kar kivételével ez minimum 1-1,5 év. A szabadkai közgazdasági karon is átlagosan ennyit várnak a hallgatók. Kérdezősködtünk, hogy mikor, hogy lesz, és akkor mondták, hogy majd amikor tulajdonképpen összejön annyi ember, amit érdemes kinyomtatni, ezt a nagy mennyiségű diplomát. Az igazolás elméletileg egyenrangú a diplomával, a gyakorlat azonban nem ezt mutatja. Sok munkaadó nem ismeri el, a külföldi munkavállalást és továbbtanulást pedig egyszerűen lehetetlenné teszi. Időközben Szegeden is befejeztem egy másoddiplomás képzést, médiakommunikátor szakon, és ott sem tudják kiadni azt az oklevelet, mivel hogy ennek a diplomának a száma hiányzik. Noémi 3 éve vár a diplomájára. A Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom tanszékén tanult. Ott az egyik legsúlyosabb a helyzet. A tanszékvezető kérdésünkre elmondta, ők nem tehetnek semmit. A kar hozza a döntéseket, ők ugyanúgy várnak, mint a hallgatók. Hívtuk az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karát is. A tanulmányi osztályon nem adtak tájékoztatást, a tanulmányi dékán helyetteshez kapcsoltak. Őt többször is hívtuk, de egyszer sem vette fel a telefont. Az utolsó tájékoztatása a témában ez a tavaly kiadott közlemény. Ez szerint 2013. januárjában rendeződtek azok a műszaki és formális problémák, amelyek miatt késtek a diplomakiadással. Azt ígérték, az év májusáig behozzák a lemaradást. Azóta 8 hónap telt el, a hallgatók egy része, köztük a magyar tanszéken tanulók azonban továbbra sem kaptak diplomát. Ennek oka, hogy a több nyelvű, köztük magyar nyelvű diplomák szövegét csak idén januárban fogadták el. Azt azonban, hogy mikor nyomtatják és osztják ki ezeket, továbbra sem tudni.